Az Irigy Hónaj Mirigy Beat és Tánczenekar most következő műsorának minden mondata fiktív. A magyar taxisok híresek a becsületességükről. Ismeretlen fogalom továbbá az órapörgetés és a túlszámlázás is. A show műsorban előforduló erőteljes túlzásokért elnézést kérünk mindazoktól a taxisoktól, akikkel a közeljövőben utazni fogunk. Franc van már, hogy a rákegyek ki a beleteket. Itt állok fél napja a Kökölcsin utca 10 előtt. Hol az a rohadt fuvar? Tanikám, naná, hogy ott állsz, mikor ott lakol. De mi lenne, ha úgy csinálnál te is, mint a többiek? Tudod, kinéz a drosztra és te várod az utast. Ne magyarázzál nekem, díszpítyer! Én nyertem a fogadást, úgyhogy 2 hónapig ide hoznátok nekem az utasokat! Na megjöttük, kiszállás! Hogy tudjad, erre a repülőtérre megyek maga, barom? Csak nem velem, barom arc. Kivel? A kollégával, megnyerte a fogadást. Én is azt mondom, hogy nem teszi meg, ezt nem megtette. Na, hello? Hogy a radai rossz nem. Vigyen a reptérre, de gyorsan. Na végre. Ne izguljon, nem fog elekésni a gépet. Na, most, hogy kiérünk a gyorsforgalmira, mostan oda lépek. Megérkeztünk. Hát elég sokáig tartott, közben elment már a gépem is. Ha, az összes dugót kikerültük, nem? Ha jó, de Békés Csabán és Szombathelyen keresztül. De hálátlan. Alig mentem 140 alatt. Hé, fizetni ki fog? Ennyi lesz. 47.500. 60.000-ből nem tudok visszaadni. Csá! Na jó napot! Naga Péter vagyok. Ma kezd? Ha, igen, ez az első napom. Nézzem át, jogul a kocsim. Nagasaki. Az első az mindig emlékezetes. Na nézzük azt a járgányt. Szőrös kormányvédő, húzat. Rendben. Minimum 3 féle illatú és színű illatosító fácska. Rendben. Radar sugár visszaverő CD, Chris Rudish, rendben. Kukautas matrica, rendben. Bólogatós kutya, oké. Masszírozós golyós ülésvédő húzat, rendben. Na de höhö, hol van a taxiaura? Hoho, tudtam, hogy valamit elfelejtek a francba. Nem kell aggódni, megoldjuk. Józsikám! Gyere, man! Tegyél be a pubinak egy új órát ide! Remek óráink vannak.
2000-es fordulattal 6000-et számláz. De ha bemegyen a piros mezőbe a fordulatszámmérő, akkor már csak eurót fogad el. Na, nézzük a sárga rendszámot. Hát ez még mi a szent szar? Hát, sárga rendszám, hát a kínai konzul sofőrétől vettem. Személyesen. Jó napot kívánok, vigyen kérem a... Vigyen át? Ami hol vigyen át? Bocsánat, azt hiszem téveség. Nem menni sehova maradni itt azért, mert nem itt születem, én magyar, azért még vagyok, jó? Voltam konzul kínai sofőrje, és itt van tenyeremben Bukarest. Bukarest, uram, Budapest! Budapest ismeri, az is olyan, mint Sánkháj, csak kevesebb a dzsunka meg rizs. De van kátyú, annyi, mint Sánkhájban rizs meg dzsunka. Maradni itt velem, olcsón vinni 100 forint, és tudok rövidebb utat. Rövidebb, hát azt sem mondtam még, hogy hova menjünk. Nem baj, az engem érdekelni minimum, viszont van nálam tarifa maximum. Na mindegy, vigyen a Leptebető utca 27-be. Repülünk, mint pekingi kacsa. Jaj, bocsánat, ne haragudjon, nálunk Kínába írva mindig fordítva használati utasítást, marad itt, köszönöm. Viszlát. Csók vazul néni, vizépet hozott ma, mutassa. Ha megvan a hátszín, amit rendelt, locikám. Ehu, ne. A szentségig. Hú, ez meg mi a rák? Nem rák ez. Kiskutya! Ott ütött el a házunk előtt a piros húszas. Olyan friss, hogy még szinte meleg. Puha, mint a vaj, ne! De hát azt mondta, hogy hátszínt hozott. Hát pont olyan a színe, mint a hátamnak. Meg olyan szőrös is. Szerencséje, hogy a taxisok minden szart megesznek. Mivel tartozom, drága? Locikám, amit maga gondol! Friss zsenge káposzta. Jó étvágyat. Nem kérek vissza. Ahogy szakadna a nyakadba egymás a szar, ha gondolhattál volna valami nagyobbra is, te gané! Félig kecsapos, félig tornás, extra büdös. Hagyma nélkül tripla húsos, dupla salátás neked meg, ami marad. Úgy van, köszi. Hülye ide, haver, mert régóta akartam tőled valamit kérdezni. Tudom, tudom, nem igaz. Mi? Macskából van. Mi? Hát a hús. Nem ezt akartam kérdezni. Hanem mit? Hát, hogy ez a név? Ez a Fasírt King. Ez jó? Miért? Mi legyen? Burger King? Hülye gyerek. Ja, ja, igaza van. Annak tényleg nem lenne semmi értelme. Jobbra, egy barra hídon, pizza. Jó, oké.
Nyugalom, de mindegyiket. Nyugodtan, hagyd csak ott a végét, ebből lesz holnap finomság. Ehetetlen kosztodját a cégen, élő vendég nem reklamált. A kölyál benyalhatna mélyen, én vagyok a hamburger király. Még, de a káposztán több a lé. Nesze neked egy csirkés, nesze neked egy pulykás, nesze neked egy gombás diétás. Nesze neked egy csirkés, nesze neked egy hurkás, soha ne legyen sertés, halózás. Még egy zúna jéggel, még egy kírosztál, még egy hamli sajta, még egy éjszáj. Még egy tírosztál, még egy hambi sajta, még egy éjszáj. Itt állok a dugóban, Évike is. Rögtön magára gondoltam. A dugóról, János? Ha, inkább a dugásról. Mondja, nem jönne el velem egyszer? Csak mi lennénk ott, meg a csillagok. A planetáriumba akar vinni? Dehogy. A természet lágy ölére. Én meg a maga lágy ölén. De szép is lenne. Várjon, egy kicsit hívásom van. Halló, bevállalós macák. Mit szeretnél, szép fiú? Igen? Hogy mi van rajtam? Konkrétan semmi. Teljesen mesztelen vagyok. Arra várok csak, hogy megérints. Ó, ez az. Csináld. Ó. Ó, de jó. Ó. 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 Hú, 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 teljesen fölforrósodtam odalent. Ó, valósággal éget a nyelved. Ó, ó, de jó, csináld még. Hú, ez az, ó. Elmentél? Köszi, hogy minket hívtál. Hello. János, itt van még? Hát hol lennék, Évike, mikor itt vagyok? Mondja, van reményem arra, hogy ma végre találkozunk? Maga kis huncut, hát nem vagyok én olyan lány. Engem nem vihet akárki fuvarba. Na, pá! Szabad? Persze. Hova tetszik? Ezt most miért mondta? Mit? Hogy tetszik. Hát nekem nem tetszik, hanem kell, muszáj. Érti? Érti? Igen, értem. Hazudik. Én? Kinek hazudik? Önmagának hazudik? De hát... Ne beszéljen mellé! Vigyen a Róna utcába. A Róna utcába? Oda! Bevállalja? Igen vagy nem? Ugye maga nem született amerikai? Nem, de honnan, you know? Nagyon jól beszél magyarul. Oh, thank you. Ugye én már születtem kint az államok, de enyém papa meg mama született in Budapest. Akkor nem igen ismerős itt a fővárosban. Sajnos nem. Csak azért, mert innen a Váci útról Budaörsön át a legrövidebb az út a követségig. De közben átmenjünk két nagyon szép hídon is. Ó, oh, yes, fine. Akar esetleg egy csinos partnert magának estére? Thank you, de nekem nem lenni maga zsáner. Hát nem is magamra gondoltam, egy nőre. Egy csinos fiatal nőre. Mennyire fiatal? Amennyire csak akarja. Gyönyörű 16 éves lánykáink vannak. Köszönöm, de inkább nem. Tudok szeretni 16 éves fiúcskát is? Köszönöm, de nekem most speciál az amerikai nagykövetre lenne szükségem. Hát nézze, nem kér könnyűt, de 50 ronnyira azt is meg tudom szerezni magának. Na, mennyi is lesz? Számlát kérek. Biztos? Biztos, hát. Maga tudja. Parancsoljon. Hát, mi ez a sok tétel? Kiszállási díj 300 forint, beszállási díj 300 forint, várakozási díj. De hát én a droszton szálltam be. Uram, maga mire beszállt, én már 2 órát ültem a droszton. Dohányzási felárt. Nem is dohányoztam. De viszont én elszívtam egy fél csomaggal, még ide értünk. Hát, zenés felár. Be se kapcsolta a rádiót. Dúdoltam, nem? Mik vannak? Hűtés, fűtés. Ebben az időben. Maga húzta az ablakot. Igen, és?
Hát és? Hát én majd megfagytam. Hát fűtenem kellett, hogy meg ne fázzak. Bajuszos, kalapos felár. Hát persze. Hát beülhetett valami elém egy jó csa is. Nem a maga hülye fejét kellett volna néznem, hogy rontja itt az imidzsemet. De hát ez szemtelenség. Hát mindjárt eláll a lélegzetem. Orvosi ellátás 500 forint. Na, itt vagyunk. 11 ezer? Még jó, hogy ez forint is, nem dollár. Ugye nem dollár? Jön, nem. Euró. Tudja, nekünk már most át kellett állnunk. 11 ezer euró? Ennyire autót vehettem volna. Ez igaz, de maga engem választott. Jó, de nekem nem lenni ennyi pénz. Előbb voltam ebédelni, ettem egy leves, mondták 1,5 millió. Aztán voltam Váci utca, vettem Mátyó hímzést. Mondták second hand 250 ezer forint. Most mit csináljunk, nekem nincs ennyi pénzem? Az ott akar egy Rolex? Oh yes. Tudja nálam az idő pénz? Time is money. Segít vége, meg fog kihúzni. Vigyázzon! Jaj, mire? Azt láttam én. Azt húzza ki, ott látom. Ott piac. Mi lett a jobbra? Hát, ez az. Igen, itt szóljon a utcán. Még nél. Nem látom, na, hát húzza ki szét, de segítsen már nekem, na. Hát te mit csinálsz? Olvasol? Mi az? Drosztojevszki, bűn és bőrülés. Töcskölés van benne? Hát az nem volt semmi, emlékszem, de velem történt a legjobb dolog a múltkor. Micsoda? Az azt, hogy végre engedte hátulra? Ne! Tudod, volt az a löttyet nőci, akit vittem. Na hát mentem, ahogy szoktam, tudod, állok a zöldön át, a piroson, Pestről, Budára két hídon, kentem neki, nehogy lefulladjak. Egyszer csak elkezd hátra mögött virnyogni. Vigyázzon, nekem hadd gyerek már otthon. Hátrafordulok téged, hadd gyerek már otthon. És nekem mondod, hogy vigyázzak. Júj, de kész voltam tőletek. Na, mi van, skacuk? Még egy fogadás? Én dobom, köszi azt. Én megpróbálnám. Hát te meg ki vagy, szép öcsém? Új fiú vagyok, ma kezdtem. Ja, ma kezdett a kisgyerek, de már végzett is. 3 gyalogossal. Jó, az olyan a kis csáv, mint a toronyóra. Minden reggel üti a 8-at. Aztán elég jó a verdád. Zsírúj, magam tuningoltam. Na, akkor jöhet a bened. Gyerünk, fasola. Na, 10 méteren 500-at raktam az órába. Mennyit? 500-at! Maradjál már, Csacsi Csiga! 10 méteren 4500-at pakoltam bele. We'll be right back.
Szevasz, barátom! Szevasz, haverom! Most beszélem a kocsiba, ti 10 üveg sör, 3 fél feles, 4 pizza, meg 10 üveg bor. Hát persze, hogy befér. Akkor jó. Ja. Jogosítvány, forgalmi engedély, személyigazolvány, oltási könyv, születési anyakönyv kivonat. Felmutatásra bemutatni. Jó napot. Minek ez a sok szar? Egy, mert én azt mondtam, kettő, mert a föltörzső altörzsőrmester úr azt mondta. Ivott? Dehogy ittam. Húzza meg gyorsan. Miért húznám meg? Nem húzom meg. Na, húzom már meg. De nem akarom. Ne csináljon már ezt velem, húzom már meg. De miért? Azt mondok, ruhak egy gyereknek cipőke. Itt rohadunk már 2 órája. Na. Ne, hogy húzom, hagyjon engem békén. Kiegyezünk 5000-be. Józsikám, hagyod a kismaradat, ott jön a nagy hal. Jó napot kívánok, közúti ellenőrzés, szálljon ki. Szép jó napot a biztos, hogy biztos úrnak, és boldog új évát! Helyre cudar jó kedvem van! Legszívesebben beleugranék egy nagy bőgőbe, már ha lenne itt egy. Szalja, minek körül ilyen nagyok? Tudja, ott szemben van nagy templomszerű izébe. Parlamentbe? Na, ott a barlamentbe. Most szavaztuk meg az új adótörvényt. Ja, meg felemeltük a benzináremelést is. A mi fizetésünket mikor emelik meg? Arra sajnos ma nem jutott idő, de a mi fizetésünket sikerült egy kicsit feljebb tornászni. Képviselő úr, fogyasztott eszes italt az elmúlt 24 órában? Micsoda beszéd? Az elmúlt 24 percben is fogyasztottam szexes italt. Ne viccelődjünk itt, kérem szépen. Fújjon bele, amíg meleg. Fújjon bele a déli szél. Dehogy fújok, hát nem vagyok egy Kossuth Díjas színésznő, fújjanak bele azok, meg különben is. Nekem van az a... Mentelmi jog, mi? Az, hogy edd meg a rosszat, mindig elfelejtem. A miniszter félrelép. Piásanak, gázzal lépek, s utnak indulok. Dobhatok egy pálet, mivel miniszter vagyok a tisztelt házban. Vár rám egy titkos rendezvú. Igen, egy országházi rendezvú. Ha nem a pénzre várok, mert pár kollégám már ül. A képviselő szájában a szonda felevül. Kövessen kérem, ha várhat az a titkos rendezvú. Igen, ho, 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 ho. Lesz, doktor úr. Tízezer, gyorsan dobog a szívem. Tízezer, láttam volna, nem végezem. Tízezer, nincs szondázás. Tízezer, menteni akar, így szokás. Országúti zaklatás. Nem számít, hogy képviselő, megbilincselem. De nagyon megijedtem, remeg a két kezem. Dugd fel a szondát, itt úgyis én vagyok az úr. Igen, na én mentem, biztos úr. Lónyál utca 12B. Jó van, térjünk már nyugovóra az úrnak. Nem kell egy inzultálisan rippancskodni, hát a taxis is ember. Jó van, ne haragudjon uram, de az előbb tudtam meg, hogy megcsal a feleségem. Sajnálom. Tudok valamiben segíteni? Mondjuk lányok, 10 rongyér olyat tudok, hogy mind a 10 ujját megnyalja. Sőt, még azt az ujját is, amelyeken nincs köröm. Köszönöm, nem. De lehet, hogy tudna valamiben segíteni. No? Ha mondjuk most azonnal följönne a lakásomra, és tanúskodna abban, amit ott látott,
akkor nagyon megköszönném. Azt mondta az úr, hogy nagyon megköszönné. Na jó, már legyek ánya. Induljunk. Csináljuk meg azt az inflagrantit. Nezem. Tudtam, annyira tudtam, és ráadásul a legjobb barátommal, a Bélával. Szállasz, Józsikám. Béla, te legalább addig hagydom, amíg hozzád beszélek. Józsikám, te ma nem ötig dolgozol? Ne add ová itt nekem, Kati! Te rejjel, hogy matróna, mivel magyarázod ezt? Józsikám, tudom, hogy most egy kicsit mérges vagy, de azt a sportkocsit a születésnapodra, meg azt a villát a névnapodra, az ő pénzéből vettem neked. Te atya úristen, mit csináljunk most? Hát szerintem takarja be az urat, te, hogy megfázzon, aztán menjünk el konyhába, ígyunk egy sört, míg ők befejezik. Józsikám, bontsa nekem is egy sört, mindjárt jövök! Napot! Szabad a gazda! Jöjjön csak! Berakom a kártyát az egyikbe, kiveszem a másikba. Komolyan mondom, nem lehet már tudni, melyik percdíja jobb. Reggel csúcsidő, este nélküli. Rakom ide, teszem oda, teszem ide. Á, tele van a tököm. Jaj, de csinosak vagyunk. Most nézem csak. Fodrásznál is voltunk. Megmondom a frankót, most már nagyon okosnak kell lenni. Egész nap hajtok. Kormánykerékszagú a kezem is? Ezt se a legyek horták itt össze. Jaj, hellocska. Hát fölvaradtuk a ciciket is? Nagyon nagyok vagyunk. Na, merre lesz a fuvar, mami? Na, majd adok én itt neked nagy arcoskodni! Majd adok én neked legyeket meg fodrászosan! Hát mi az anyád, jó Isten, itt képzett, hogy vazulni itt le a lázod? Mi? Te Trauger! Hát azt hiszed, hogy én olyan bamba vagyok, mint a lekrámba? Mi? Te jártad itt azt a nagy méteres pofádot? Én még csak kussolok, azt mereztem a szememet, mint a halasz a gyorba! Leszek, te piszok! Leszek! Hát ez hülye! Hát most meg hova megy? Hát mi most én vezessek? Nyugalom. Jó vezet. Máj! Mindjárt ott vagyunk. Biztos, máj, megáll, elromlik, megáll. Kínai. Jó napot, Békás megyere, legyen szíves. Gondolom, rágyújthatok. És milyen rosszul gondolja? Ne haragudjon, de nem bírom más füstjét. Tudja, úgy fullasz vagy mi a rák. De ha úgy gondolja, egy kicsit lehúzhatom az ablakot, kapjon egy kis levegőt. Nem húznál fel, inkább mégis iszonyú hideg van odakint. És miért? Úgy gondolja, hogyha fölhúzom, akkor kint melegebb lesz? Hát így kártyázta ezek egy Bandi bácsi a Kiskulacsba mindkét veséjét. Elnézést, Cseperre szeretnék menni. Azt miért pont oda? Hát mert ott lakom. Figyelj, öreg, nem látod, hogy éppen sztoriban vagyunk? Na, itt ez a vonaljegy, fogd meg, aztán húzza el busszal. Viszlát. Hello. Figyú, ha ti egész a pit dumcsisztok, akkor tulajdonképpen miből éltek? Gyere, megmutatom. Ha, na szóval. Látod itt ezt a csövet? Aha. Na, ez levegővel egy fogaskereket hajt meg a taxi órában. Érted? És látod itt ezt a dudort? Hú, szerencsés vagy. Nekem nincs akkora dudorom. Na, akkor megmutatom. Inkább, ha lehet, akkor hagyjuk ezt. Ne parázzál, kis csákom. Most figyelj, ha ezt a pumpát megnyomom, elkezd pörögni az óra. Látod? És ezt bármikor feltűnés nélkül tudom nyomkodni. És mit szokott minden taxis csinálni? Szotyizni! Hülye! A tökeit markolászni! Most figyelj! Nyomom, pörög! Nyomom, pörög! Pörög, nyomom, pörög! Látod? Bármikor, hű, de pörög! Nyomom, pörög! Múltkor volt egy csinos kis csajszi utasom, te! Hát úgy begerjedt rám, elkezdte markolászni a gatyámat! Egyszerre pörögetett föl engem meg a taxi órát! Apám! Elnézést, uram! Elvinne engem a... Rákóczi térre! Hova? Rákóczi térre! Hova? Rákóczi tér. Ha, srácok, itt egy fiatal csóka a Rákóczi térre akar menni. Há, kicsi vagy te még ahhoz, ott a tojáséja valagadon. Na, menj szépen játszani. De hát uram, én ma lettem 18 éves, a faterom megdobott egy kis lóvéval. Nem vinnél mégis? Na, láss, kivel van dolgod, elviszlek. Köszi. És mennyi lóvéval dobott meg a faterom? Hát, van nálam gazdagod. Oh,
tudnia, általában rá toton laknak. Mikor megszülettem, 3000-et adtam én a papnak. Ez persze nem igaz, a szád hiába tátod. Én művész néme, anyafilm, ezzel járom a világot. Robbantott nadrág, a skárpi 46-os. Kinyúl a pulcsi, a mellizmom napos. Ez a divat most a rapperek szerint. Ők azt mondják, hogy hordak a gyet, hogy a segget kint. Nem igazán bírnak követni az emberekbe szövegből. Van itt most rengeteg, néha vegyek levegőt. Azt mondják, ez a lényeg, a mondandom végéletán soha nem érek. A pömpölöm kicsi, a terveim nagyok. De a tévében látnak csípnek majd a csajok, mint egy politikus. Csak én ezt komolyan is gondolom. Családtervezési programok legyen a kondomon. Itt ez a cica, mint ha azt hiszed, jó fej. Attól, hogy rapper vagy lehetsz, mi soha. Csak egy hely van, ami a pénzed viszi. A térad nem más, mint Rapport Cici. Itt ez a cica, mint ha azt hiszed, jó fej. Mennyi? 6. A fenébe, hát nálam még csak 3/4 van, megint késik ez a szar. Hívos a férfi, a fű pedig nő. A száraz levelet össze kell, hogy elfüstöld. Lehet pár gondom, meg barátom jó fej. Tartozni veszélyes az ágyamban lófej. Egy cippantása jóval már is indulhat a show. Én nem vagyok már virág, és aki velem tahó. Azoknak most csak egyet kiáltok. Toljok én rátok. Én nem vagyok egy önöm, vagy egy bandera. Ha szar lenne, a dumám lenne nagy gevasz. Freestyle szólásban nyomok már költ, ez a rengeteg szöveg. Csináld utánam, egy receptet adok. Zenére mondatokat mondogatok. Fekete a műfaj, és fehér a név. Ezért még díjat is adnak. Au, oh, még szép! Itt ez a cica, mint ha azt hiszed, jó fej. Attól, hogy rapper vagy lehetsz, mi soha. Csak egy hely van, ami a pénzed viszi. A tér az nem más, mint Rapport Cici. Itt ez a cica, mint ha azt hiszed, jó fej. Attól, hogy rapper vagy lehetsz, mi soha. Csak egy hely van, ami a pénzed viszi. A tér az nem más, mint Rapport Cici. A rockeron olyan... Nyugi, majd én ledumálom. De figyelj, itt ez a kis fiatal csóka, be kéne avatni. Mennyiért vállalod? Cuki fiú. Ötrangy. Csoportos kedvezmény van? Hát ezt hogy érted? Ha engem is beveszel. Na jó, kettőtök neki nyolc. Oké. De figyelj, ledumáltam a csaja, rendben van, egy 20-asért megcsinálja. Figyelj, ne is bajlódj a pénzzel, add csak ide, majd én elintézem. Köszi, nagyon rendes vagy. Ha mit azt hiszed, jó fej. Attól, hogy rapper vagy lehetsz, mi soha. Csak egy hely van, ami a pénzed viszi. A tél az nem más, mint Rapport Cici. Itt ez a cica, mint ha azt hiszed, jó fej. Attól, hogy rapper vagy lehetsz, mi soha. Csak egy hely van, ami a pénzed viszi. A tél az nem más, mint Rapport Cici. Itt ez a cica, mint ha azt hiszed, jó fej. Attól, hogy rapper vagy lehetsz, mi soha. Csak egy hely van, ami a pénzed viszi. A tél az nem más, mint Rapport Cici. Itt ez a cica, mint ha azt hiszed, jó fej. Attól, hogy rapper vagy lehetsz. És akkor mondja nekem a mandró, hogyha tudta volna, hogy a Blahától a nyugati 9000 forintért fogom elvinni, akkor serpákat bérelt volna, és jakáton teszi meg az utat. Hát mondom, hát drága uram, tudja maga, hogy a serpa mafia ezt mennyibe számolta volna föl magának? Mindig nekiállott nekem hőzöngerje, majdnem úgy szálljuk. Szevasztok! Na mi a pálya? Az a pálya, azért, hogy kimegyek a reptérre. A reptérre. Mi olyan furcsa ebbe? Hát az, hogy a reptér az nem a miénk. A reptér azé, aki megművelődik. Utána néztem a jogban. Egyébként sincs semmi keresni valójuk a mocskos hiénáknak ott. Na, ki tart velem? Majd én. Na, gyere, apám, csapjuk szét köztük. Nem tudom, nekem azt mondta azt, hogy nem menjek bele semmi balhéba. Fusson. Nagy balhé lesz, gyerekek. Ó, Évike, Magácskának olyan a hangja, mint az olaj. Olyan híg? Dehogy, olyan sejmes, olyan lágy. Tartsa én... kicsit, bejött egy hívásom. Haló, bevállalós macák. Igen, hosszú szőke hajam van, karcsú modellalkat vagyok. Mit szeretnél, szép fiú? Én... Igen? Hát nem is vagyok annyira karcsú, és a hajam is elég fekete. Igen, ó, jaj, már igen, már én is magamhoz nyúltam, igen. Ó, de jó, ó, aha, igen, már én is teljesen benedvesedtem odalent, ó, igen, ó, elmentél? Ó, köszi, hogy minket hívtál. Igen. Micsoda? Igent mondott a randira? Hát én olyan boldog vagyok, Évike, indulok azonnal. Látom, megy a munka ezerre.
Ja. Figyelj, használhatom a szivargyújtódat, mert elég hamar lemerülnek ezek a vackok. Persze. És? Jó lehet ebből a izével keresni? Hát, ha ügyes vagy, akkor elég jól, igen. Te, figyelj! Nekem itt jó is lenne. Meg tudnál állni? Köszönöm szépen. Oké, pillanat. Né. Na, azt mondja, hogy... Várjál csak! Itt valamit nem értek. Itt azzal, hogy én jövök neked négy rongya. Hát, igen. Ne fogd vissza magad. Hát... Tudsz visszaadni? Ám, ne haragudj, de sajnos nem. Számlát kérsz? Nem, köszönöm. Na jó, van akkor. Csá! Becsi, nálok hirtelen. Pallót fogsz, ha meghallod az énekem. Ne keresd, mert úgy sincs benne lájra rá. Becsi, nálok hirtelen. Becsi, nálok hirtelen. Pallót fogsz, ha meghallod az énekem. La. Hát becsi, nálok hirtelen. Padló fogsz, ha meghallod az énekem. Ne keresd meg úgy, hogy benne hirtelen. Hát becsi, nálok hirtelen. Keresek valami másik zenét, oké? Csak nyugodtan. Maga ugye nem ide valós? Ez ennyire látszik? Hát amikor azt mondta, hogy népköztársaság útján keresztül menjünk a Lenin körútra, hát akkor tudja... Na de rátrafáltam, ugye? Igen, miskolci vagyok. De a volt felesége meg a lányom itt élnek Pesten. Nagyon érdekes. Mindjárt megérkezünk. 6000 lesz. Számlát kér? Miért, akkor mennyi? Akkor 8, és még csúnyán is nézek magára. Mi van, látom, akar még valamit kérdezni. Miben segíthetek? Hát, ha már így megkérdezte. Nem ismer véletlenül lányokat? Tudja, olyan lányokat. Ura, hát nem csak olyan lányokat ismerek. Annak idején 2 még feleségül is vettem közülük. Mondjuk akkor még nem tudtam, hogy olyan lányok. Most milyen kéne? Hát olyan fiatalkát. Járni tudjon már? Csak vicceltem. Persze, hogy tudok szerezni. Simán elintézem. Várjunk, segítek! Ó, köszönöm. Kösz, főnök. Legközelebb is engem hívjon. Oké, mester. Apropó, a lányokat említette? Nem kellett, saját magátok ért. Ajtó. Oké, akkor felejtsd be a negyedét? Inkább harmadoljuk el a 8-adát. Az nem jó, múltkor is hogy jártam. Tudtira vettük a 50-50-t. Aztán a végén 2/6-oddal alatta maradtam a 14%-nak. Ezt az utolsót már én sem nagyon értettem. Hát én sem. Na mindegy. Viszlát! Szóval, vidéki a fazon, de azért nem lók ki a kapva nyíl a szájából, úgyhogy becsüld meg magad. És teljen rendesen a portásnak is. Oké, és mennyi időm van még? Mindjárt odaérünk. Tényleg? Akkor egy kicsit rendezhetem magam. Már épp akartam javasolni. Könnyű neked. Nekem az előző kuncsoftom egy állat volt. Mindig vannak ilyen férfiak is. Nem férfi volt, hanem egy állat. Egy ló. Most nyert az Ervint, és a gazdája úgy volt vele, hogy meglepi egy kis finomsággal. Na hát én voltam az. És jó sokat kaptál? Egy ló. Na jó, de azon kívül. Hű, az anyja. Ezt hogy csináltad? Teljesen le van rövid. Ha te is elvátszíró gyermeke lennél, te is tudnád. Anya még már korán elváltak. Apám leköltözött Miskolcra, én itt maradtam, az öcsém pedig javítóba. Javítóba? Miért? Elromlott? Na, már meg is érkeztünk. Aztán ügyes legyél ám. Igen. Hello, szia! Megjöttet a kis dominán. Megjöttelek, megalázlak. Úgy megverlek, arról kódulsz. Mókus maszat. Nincs nálad egy kicsit sötét itt? Nem kapcsolnád fel a villanyt?
Dehogy nem, csak egy picit elszundítottam, amíg vártam. Biztos azért, hogy még kanosabb legyen, mi te kis pocok? Megraklak, mint szénás a szökeres. Akarom. Wow, úristen, apa, gyere itt! Jézus, az ébe kislányom, hát te! Hát, ez nem az, aminek látszik. Pont ezt akartam mondani én is. Hát, akkor én is el is megyek, jó? Jó, úgy látszik, én most nem megyek el. Egyébként, anya, hogy van? Jó, köszönöm, és te jól vagy? Én is, köszi. Szia, csokot adom őt is. Szia. Ja, egyébként az a 20 000 forint, amit a Palival megbeszéltél, hogyha azt odaadnád neki. Bocsánat, elnézést, ne. Köszönöm. Csók, szia! Köszönöm! Csá, drága! Vigyázz magadra! Hello! Gumit használj! Nyugalom! Névcsapára, ott vagyunk! Biztos ebben? Igen, nem kell izgulni! Kapuzrongyot, a követi azt a kocsit! Oké! Okay. Van egy új szabom. Hát ahogy nézem, már rád is fért. Na jó, adjuk a témát. Arra emlékeztük, amikor kijöttet a tácsiás fószer? Szerintem már az anyja sem emlékszik rá, hogy hogy nézett ki gyerekkorában. És arra emlékeztük, amikor az a csávon kijött a Warburgjával. Szerintem már az anyja sem emlékszik rá, hogy hogy nézett ki a gyerekkorában. Nem akarunk balhét. Hát akkor mit akartok? Borotválkozni? Ja, ti meg a baseball meccsre készültök, ugye? Közöd, mint eszed! Ne dumáljál már kicsi csíra! Én Makko Pepit a kocsiba ültem, amikor még apád anyádat reszelt, azt nem tudtam még, hogy ekkora hülye barom állatfia lesz, mint te. Na vissza kéne venni Pipit tér! El kéne húzni! Hát rosszom ilyenké! Ha, aztán hol van az írva, ha? Majd mindjárt az agyadnak a velejével rája írjuk, surmopofa. A fuxott gyereket meg vigyed arrébb az anyádba, mert bent beindulnak a fémdetektorok. Hallod-e, oroszlánnal nem lehet csak úgy kikezdeni. De nem ám! Te lennél oroszlán, király. Akkor te biztos pumba vagy, mi? Na ide figyelj, kis haver. Üzerinne, mint a vadlúd. Ez a plac az én helyem. Letolom a Verdán a Mergyó marha. Felejtsd el a londoni gépet, jó árahoz túl kevés, az albán turista tiéd lehet ma még. Húzzon el, kiment eljel, a Feriről a János hegyre, a terminál csak a hiénákra vár. Voltam dokinál. És? Úgyhogy és.
Megvizsgált, meg fölült egy csomó gyógyszer. A sárgát reggel kell bevennem egy nagy pohár vízzel. A pirosat délben egy nagy pohár vízzel, a zöldet meg este két nagy pohár vízzel. Miért? Mit mondod? Mi bajod? Nem iszok elég vizet. Péter, szabad vagy? Persze. Harmadolták a bűntimet. Kim vagyok egy ideje. Figyelj, el tudnám inni a délébe, de 20 percen belül oda kéne érni. Figyelj, a Margit hídon kéne menni, de csak a Pesti híd főig, ott le az alsó rakpartra, át az Árpád hídon a budai rakparton végig, egyenesen egész a körútig, kivéve ott a szénatérnél ki kéne kerülni a lámpát meg a dugót, de onnan majd mondom, hogy merre menjél. Menjünk. Avarom, én tudok egy rövidebb utat. Megfogod szépen a bokánat, ezt úgy cserülök, hogy elszállsz a Moszkva térig, aztán a saját taknyonul lecsúszol a délig. Na húzzál innen, kis köcsög. Utána, amikor megmondják nekem, hogy merre menjek. Mi következik ezután? Hitelesített viteldi? Kegységesített órák? Na, kim voltunk a reptéren. Ja, jó, megadtuk nekik. Csak úgy folytam ér. Az övék is majd csak a tihetek. Na mi a helyzet? Szabad a pálya? Elintéztem. Elintéztük. Mostantól nincs olyan, hogy jó hely vagy rossz hely, egyén vagy tiéd. Hű, apám, akkor most már mi is bármikor odaálltunk a reptérre? Bármikor, a nap bármely szakában. Csak majd téged is úgy megvernek, mint a szart. Minden egységnek, ismétlem minden egységnek, taxis blokád a Vérszívó utcában. Ismétlem, mindenki menjen a Vérszívó utcában. Hello, ha itt a pite! Ha még meleg! Azt még egyelőre nem tudni, hogy a taxisok miért tüntetnek, de az biztos, hogy itt a Vérszívó utcában már teljes a káosz. Ha jól tudom, a taxiügyi illetékes már úton van ide, hogy tárgyaljon a tüntetés vezetőivel a feltételekről. Kuka Mátyás, TV2, Budapest. Menj el haza, nem tárgyalunk! Hát de mégiscsak tárgyalni kéne, hát miért tüntetne? Követeljük, hogy a képviselőt szállítunk a kocsinkon! Ne szondáztassalak meg minket! Ugyan! Erről lehet szó, még valamit? Követeljük a tavaszi óraátállítás méterenként 1000 forintra! Ugyan! Erről már mi is tárgyaltunk, tehát tulajdonképpen nyitott kapukat döngetnek. Ne azudozzon itt, nekem az arcát fogjuk döngetni! Már megharagít! Elnézést, tudom, nem akartam megbántani. Pedig sikerült. Még valami probléma? Igen, a kormány fölemelt az illatosító fácskák árat 20%-kal. Feleteljük a régi árak visszaállítását. Igen! Ez már nevetséges, a visszaállítat. Taxi! Jöjjön a sorolja! Jöjjön a bajom! Hát komolyan mondom. Hát ez nem jött be, pedig tök jól lezártuk ezt az utcát. Mi lehetett a baj? Fogalmam sincs. Hát az kis kicsögök, hogy a Vérszapó utcába jó naponta egy autó beteszi a lábát, ráadásul azzal a marha nagy eszetekkel. Egy zsák utcát zártatok le, fostömlők! Sziasztok! Mehetünk haza. Na tessék, még a kocsim is elromlott. Hát most hogy megyek haza? Na mi van? Elvigyelek? Hülye vagy? Bennem ülök egy taxiba. Itt jó lesz. Itt álljon meg, itt. Nem ott! Miért? Mit mondod? Mi bajod? Nem iszok elég vizet. Te! Szabad vagy? Nem megmondtam, hogy ne gyere be, ne gyere erre? Be kellett mondanom, mert megfenyegettek. Megfenyegettek, ha nem mondom be, azt mondják, hogy csirke. Inkább bemondtam. E, hol van-e? A szentségét! Hát ez mi a szar? Mi a rák? Mi a rák? Igen. Józsikám, te ma nem ötig dolgozol? Ne adom már itt nekem, Kati! Egyáltalán mi veled meg? Csak vagy át! Hallom ezt, Kati? De most csöcsönet már, nem már el! Tisztán! Ő az anyja! Ezt hogy csinálta? Teljesen level a víz. Ha te is elváltszik a gyermekkel, azért te is tudnád. Anyám éppen korán elváltak, 6-kor. Megjöttetek a kis dominát. Aj, megjöttelek, megalázlak. Úgy megverlek, arra kódulsz. Morpus maszk, nincs nálad egy kicsit nagyon sötét?
Nem kapcsolnád fel a villanyt? De igen, csak egy picit elszúdított, amíg vártam. Korán kapcsoltad fel. De meg tényleg. Még mondsz nekem. Kapuszrongyot, ha követi azt a kocsit! Oké, főnök! Kérem, nyugodjon még! Nem sokára ott vagyunk.